Kívánok, köszöntöm a Szombathelyi Televízió Műhely című kulturális magazin műsorának nézőit. Nagyon sok témával várjuk Önöket a következő percekben, 3/4 órában. Elsősorban programajánlókkal, és nem is húznám az időt, csak a nyereményt szeretném elmondani, hogy aki küld nekünk SMS-t a 0620-2028-100-as SMS számra, az 2 darab karszalagot kap a múzeumok éjszakájának helyszíneik látogatására. Ez a karszalag azt teszi lehetővé, hogy minden érintett helyszínt látogathat az illető. A program részleteiről hamarosan beszámolunk majd. Én nem is húzom, ahogy ígértem az időt, mert itt vár már velem a stúdióban Kisné Récek Katalin, a Szombathelyi Törvényszék szóvivője, Mayer László a levéltár munkatársa, és Bakki Orsolya a Szavária Múzeum kulturális menedzsere. Jó estét kívánok! Azért is igyekszem rövidre fogni a bevezetőt, mert olyan sok program lesz a hétvégén a múzeumok éjszakájának keretében. Különleges, hogy 3 hétre húzódik át ez a programsorozat. Az első már megvolt a Skanzenben, a második most szombaton este. Múzeum, levéltár, törvényszék, de a múzeum mellett a romkert is. És aztán ami még hátra van, az az ízeum, illetve a képtár, arról meg majd legközelebb. Orsi, a múzeum mivel készül ezúttal? Hát a Szavária Múzeum az Éjszakai Kultúrkalanda javából címmel. Mi 18 órától éjfélig tényleg azt hiszem nagyon ívós programokkal várjuk a múzeumban jártas és most ismerkedő vendégeket, közönséget. A könnyűzenei koncert és Szatmári Júli koncertjével kezdjük, majd pedig DJ-vel a múzeumparkban, aztán pedig, hogyha beljebb haladunk a múzeumba belépve, akkor mind a 3 szintjén a múzeumnak a különböző osztályok, a régészeti osztály, a történettudományi osztály és a természettudományi osztály is előadásokkal, meghívott előadókkal, kiemelkedő vendégek érkeznek, és az időszaki kiállításhoz, a Sejem 2 kiállítási témájához kapcsolódnak az előadók természetesen. Ez nagyon fontos, hogy este 6 órakor kezdődik a programsorozat, ez alól a törvényszék a kivétel, ahol majd 5 órakor is lesz előadás, és egy kicsit kötődik a múzeumhoz is, mert hogy egy muzeológus tart előadást, egy volt törvény. Dr. Balogh Lajos fog előadást tartani Gájer Gyulának a botanikus munkásságáról. Ő királyi törvényszéki bíró volt, de botanikusként is elismert tudós volt, számon tartották, és az ő munkásságáról lesz egy előadás, mi ezzel a komolyabb lélegzetvételű programmal készültünk a múzeumok éjszakájára, a többi ugye nálunk is majd inkább kötetlenebb program lesz, de ez valóban 5 órakor fog kezdődni a törvényszék nagy termében. Mindjárt visszatérünk még a törvényszéki programokra, de ugye hagyományosan nagyon kedvelt helyszíne a múzeumok éjszakájának a Szombathelyi Levéltár is. Pontosabban, ezt mindig már igazgatóról is meg is próbálom a hivatalos nevét elmondani, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas megyei levéltára. Kicsit hosszú, igen. De azt hiszem mindenki tudja, hogy a levéltárról van szó. Mi 2009 óta veszünk részt ebben a rendezvényben. Megpróbáljuk ilyenkor a levéltárat egy picit közelebb hozni a nagy közönséghez. Egyrészt módszertanilag avval, hogy olyan helyekre, helyszínekre is beengedjük a látogatókat, ahol a hétköznapi életben nem fordulhat meg, mert a levéltári technológia nem teszi lehetővé. Ezek közé tartozik az, hogy bejárhatják azt az útvonalat, amit az iratok tesznek meg, tehát levéltári raktárakat nézhetnek meg. A másik, hogy restaurátor műhelybe látogatnak, ahol egyrészt azt látják, hogy hogy lehet helyreállítani, helyrehozni, megmenteni egy-egy iratot. A harmadik az pedig abból a különleges helyzetből következik, hogy a Vas megyei levéltár régi épülete az egykori vármegyei tömlőc és dologház,
és ezeket a cellákat lehet ilyenkor meglátogatni. A sors különleges fintora, hogy még a korszakból itt maradt foglár is rendelkezésre áll, egyrészt tőrémizgeti a betérőket, és arra is lehetőség van, hogy egyénileg kalandozzon ezeket a helyeket, most idézőjelbe téve a korabeli kínzó eszközöket kipróbálja, de arra is van lehetőség, aki azt igényli, hogy vezetéssel egy-egy ilyen szóbeli tájékoztatóval nézze meg ezeket a helyeket. Nagyon érdekes sajátosság, hogy ugye arról beszélünk, hogy iratok restaurálása, hogy nagyon-nagyon megfelelő klíma kell ahhoz, hogy ezek az iratok meg tudjanak maradni. Mindeközben a 21. században a digitália nem került el a levéltárakat sem. Ebből is lesz ízelítő a program során. Természetesen a kiállító és előadó teremben lehetőség van arra, hogy azokat a adatbázisokat, digitalizált levéltári anyagokat, amik az interneten is elérhetők, vagy belső felhasználással megtekinthetők, ezeket megnézhetik a látogatóink. Tehát amikor egy holtidő van, vagy valaki elfáradt, akkor leülhet egy asztalhoz, és a szombathelyi építészeti emlékeket, az ostfélszonyfai hadifogolytábornak a történetét, képeit, és sok-sok egyéb érdekes dolgot megnézhet. Aztán itt is lesz előadás, amely szintén szombathelyi kötődésű nagy alakokhoz, alakokról szól majd. Négy előadás lesz. Mi általában megpróbáljuk azt, hogy ne csak levéltári munkatársanak adjanak ilyenkor előbb, hanem kutatók is. Így most 2-2 az arány. Egyrészt Fejsz György fog beszélni a korszak egyik jelentős, mármint a 19. illetve a 20. század egyik jelentős személyéről, Gotthárd Jenőről, és őt általában csillagászként ismerjük, de találmányai sok-sok érdekesség kapcsolódik a nevéhez. Ezek közül próbál majd egy-két neves epizódot fölemlíteni. A másik levéltári munkatárs az Melega Miklós, aki a Brenner építész család vagy dinasztia történetéből villant fel mozaikokat. A két vendégelőadónk, ők érdekes módon egy hasonló témát választottak, ez pedig a vendéglátás szállodaipar. Ezek közül az egyik Spigler Tibor úr, aki a szombathelyiek számára kioszk az ugye egyet jelent a Jókai Parkban működő valamikori szórakozóhelyel, a másik, amely pedig hát éppen a szombathelyi televízió, vagy pedig a könyvtár működése kapcsán a Kovács szálló története, ami azt hiszem egy ilyen emblematikus pontja Szombathelynek, és a nagy közönség számára is talán tudunk újdonságokat mondani. 6 órától lehetőség lesz arra szombaton, hogy a bíróság épületét is bejárják az érdeklődők, ezúttal önszántukból. Így igaz, ez egy jó alkalom lesz arra a szombathelyieknek, hogy idézés nélkül jöjjenek az épületbe. 6 órától megkezdődnek így igaz a bíróságon a vezetett séták, tehát itt bírósági dolgozók fogják kísérni majd a hozzánk érkező vendégeket, és nálunk is kulisszák mögé lehet majd bepillantani épp úgy az irattárba, tárgyalótermeket, a nagy tárgyalót, a dísztermet meg lehet tekinteni. És hát, ami azt gondolom még inkább érdeklődésre fog számot tartani, az a szintén 6 órától megkezdődő tárgyalások. Újdonság lesz idén egyébként, hogy nem csak büntető, hanem polgári tárgyaláson is részt lehet majd venni. Nagyon számítunk arra, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ez lesz a favorit program a mi részünkről, és hogy hasonló aktivitást és bátorságot fogunk tapasztalni a hozzánk érkező vendégek részéről. Hát idén mesék kerülnek a porondra. Tavaly ugye a világbajnokság szolgáltatott apropót a tárgyalások alapjául, idén pedig Vasorubába, így igaz, és Ludas Matyi lesz a büntető tárgyú tárgyalás, ahol lehet jelentkezni vádlottnak, tanúnak,
akár még az ügyész vagy ügyvéd szerepére is. A bíró lesz az, aki hivatásos bíró lesz mindegyik tárgyaláson, garantálva a törvényességet és a szabályosságot. A polgári tárgyalásnak pedig mese az öreg királyról, aki eltékozolt a fele királyságát. Úgyhogy nagyon számítunk arra, hogy tényleg ezek a tárgyalások valami hasonló népszerűséget fognak majd kiváltani, mint a tavalyi évben. Társas játék is lesz gyerekeknek, plusz kézműves foglalkozások, és ami talán látván azt a sok-sok krimit, ami mostanában megy a televízióban, bizonyán sokak érdeklődését felkelti majd a krimináltechnikai bemutató. Hogy ténylegesen, amit látunk a tévében, az hogy néz ki a gyakorlatban. Így igaz. Tavaly is volt ehhez hasonló, és akkor is szintén népszerű volt az a tárgyalóterem, ahol a krimináltechnikai előadások zajlottak, és új lenyomat vételt hajtottak végre a rendőr kollégák. És igen, idén is gondoltunk a gyerekekre, hisz elsősorban a tárgyalások a felnőtteket középiskolától felfelé fogják érdekelni, és nem szerettünk volna senkit kizárni abból, hogy hozzánk jöjjön. Így aztán két tárgyalóterem is lesz, ahol mondjuk általános iskola felső tagozatától kezdődően fogunk a gyerekekre majd felügyelni és nekik programokat biztosítani, és lesz olyan tárgyalóterem is, ahol az igazán kicsiknek is lesz kézműves foglalkozás, úgyhogy addig, amíg a szülők aktívan vagy kevésbé aktívan, de majd a tárgyalásokon részt vesznek, nem kell aggódniuk, mert a gyerekek is jó helyen lesznek, és akár ők is kipróbálhatnak számos érdekes dolgot. Most térjünk még vissza egy-két mondat erejéig a Romkertre. Igen. A Romkertnél nálunk az első program 18 órakor Nagy Konstantin császár a Szavárjában című előadást, amit a Múzeum Barát Egylet segítségével mutatnak be gyerekek, ez egy gyermekelőadás lesz, és utána természetesen három tárlatvezetést is indítunk, és ez az éjszakai tárlatvezetésekkel a igazán sejdemes hangulatban lesznek az utolsó tárlatvezetések. És azért én még visszatérnék a Szavárja Múzeumnak is az ilyen kézműveskedős és gyermek programjaira, amit persze ugyanúgy felnőttek is kipróbálhatnak, és nálunk is a restaurátor műhelybe betekintést engednek, nem csak előadás formájában Ferenc Eszter, a mázak színek fényekkel, hanem utána ki is próbálhatják, és felgombolítjuk a fonalat címmel pedig tényleg megismerkedhetnek a sejem és a viseleteknek a játékos kialakításával, feldolgozásával. Idén is lesz Totó, tehát aki végig járja a helyszíneket, az nyereményjátékban vehet részt, még zárásként erről egy mondat. Izgalmasabbá tesszük egy picit ugye a dolgot, másrészt egy kicsit visszacsatolást is kapunk, hogy mennyire figyeltek oda, hogy értékesebb legyen a dolog így, fürdőbelépő, könyvtár, internet használat, illetve könyvcsomagban kötetek, DVD-ket kapnak a jól kitöltő fiatalok és felnőttek, mert hiszen ez korhatár nélküli a jeggyel együtt. Szórakoztatva tanulhatnak mindazok, akik részt vesznek még egyszer, tehát szombaton 6 órától, plusz Balogh Lajos előadása Gájer Gyuláról a törvényszéken 5 órától. Ez várja tehát az érdeklődőket a múzeumok éjszakán. Köszönöm szépen a beszélgetést, további jó készülődést kívánok erre a mozgalmas hétvégére. Kedves nézőink, mi pedig még egy kicsit visszamutatunk az elmúlt hétvégére, amikor a Múzeumok Éjszakája programsorozatnak az első alkalma zajlott a Vasi Skanzenben, ahol a szerelemé volt a főszerep. A századfordulón nagy értéknek számítottak a szerelmi ajándékok. Nem csak szóban fogalmazódtak meg a szerelmes üzenetek, hanem tárgyak is hordozták azokat. Konyhai eszközök, bútorok és egyéb míves népi dolgok szolgálták a csodált személy kegyeinek megszerzését. Egyrészt azért volt a célból, hogy emlékeztessék magát a ajándékozásnak az alkalmát, illetve hogy magára az ajándékozóra is. Na most, hogy ezek a szerelmek, amikhez kötődnek ezek a tárgyak, az hogy teljesedtek be, azokat nyilván ma már nem tudhatjuk, viszont az is egy, hogy mondjam, funkció volt ezeknek a tárgyaknak, hogy elvezessék a párt arra, abba a kapcsolatba, hogy az ismerkedésre jussanak a készfogóig, aztán az eljegyzések, és gyakorlatilag megtörténjen a házasság. Elsősorban, mivel ez a 19. századból származó tárgyak, itt sok esetben olyan
bokrokról van szó, amik hát fából készülnek, tulajdonképpen legyenek azok bútorok, vagy valamiféle használati eszközök, de a maguk a díszítése az, ami igazán ezeket egyedivé teszi, még úgy is, hogy bizonyos túlis korszakoknak az emlékeit őrzik meg. Itt kiemelkedő például a spanyolozás technikája. A múzeumok éjszakájához kapcsolódóan a Sejem sorozat apropóján Nem feledett szerelmek címmel nyílt ilyen tárgyakból kiállítás a Vasiskanszemben. Szent Iván éjjelén nem csak megnézhették, de hasonlókat is készíthettek az érdeklődők. Egy kis szívecskét én kivágtam fából, és akkor arra kis virágmintát vagy nevet belevésnek, és ezzel a vörös spanyol viasszal meg beolvasztják, és akkor így, mint a hagyományos tárgyak, spanyolozással szépen elkészülnek. Azért így elsőre egy kicsit nehéznek tűnik, ezt látom, mert azért ugye vésővel bánni, és szép egyenletes vonalakat vésni, hát az elsőre azért kicsit nehéz. De megy, látom, hogy megy, örülök neki, hogy ilyen törekvőek, ügyesek, tényleg jól megy, én úgy látom. A népi hagyományokat is felelevenítették az év legrövidebb éjszakáján. Voltak, akik mézes kalácsból, mások agyakból készítettek szívet. Ki kell nyújtani először az agyagot, és szívecskés alakokat kell kivágni, és ebből egy ékszerdoboz lesz, amit ki fogunk égetni, és mintákat rajzunk rá, és akkor ilyen szívecskés ékszertartó lesz. Szent Iván éjszakáján a tűznek nem csak megtisztító, hanem szerelemvarázsló erőt is tulajdonítottak. Úgy osszátok be a dolgot, hogy valahogy megegyezhessetek. Te tűrjél neki, s ő tűrjön neked. A forró hangulatot a Skanzenben Szabó Tibor és Bálint Éva színész házaspár alapozta meg, pajzán szerelmes történetek felolvasásával. Kedves nézőink, mi már beszélgetünk a következő feladatról, mert hogy itt a stúdióban vendégem Spigler Tibor, helytörténeti gyűjtő. Elhangzott már az iménti beszélgetés során, hogy egy nagyon izgalmas előadást hallhatnak mások mellett a kioszk történetéről. Spigler Tibort arra szeretném kérni, hogy tisztázzuk a fogalmat, mi is az, hogy kioszk. Igen, nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent maga a szó. Ennek van egy építészeti jelentése, az perzsa maga a szó, és szellős kerti lakot jelent. Így, hogy kioszk? Kioszk. Perzsa szó és német közvetítéssel került a magyar nyelvbe, tehát ez nem egy mozaik szó, nem egy rövidítés. Szellős, áttört falunyári épületet jelent. És ilyen gyönyörű épület állt egykoron Szombathelyen, Szombathelyen a Szent István parkban. Sőt, nem is egy állt, hanem három, a harmadik még most is áll, bár ez nem felel meg a klasszikus kioszk fogalmainak. Az első kioszkot 1900-ba építette Pollák kávés, Pollák Ármin kávés. Sajnos nagyon rövid életű volt, mert 1902-ben egy elektromos hiba miatt leégett, ugyanis már elektromos áramot használtak a vendéglőbe. Leégett ez az első kioszk, a Pollák féle volt az első. Ahol a vendéglátás... Képeket mutatok én itt közben. Igen. Ezekről az épületekről, azt majd így, aki az előadáson ott van és személyesen részt vesz, akkor különbséget is tud tenni a három Igen, épület vetített között. Képeket fog látni. Tehát a vendéglátáson kívül ennek a kiosznak már voltak rendezvényei. Aztán nagyon hosszas, bürokratikus húzavona után 1906 májusában nyitotta meg Kovács Jakab a második kioszkot. Általában ez az ismertebb, mert ez élt tovább egészen 1947-ig. Nagyon népszerű volt. A szombathelyiek akkor már egy iparosodó városban éltek, és hétvégeken szabadidőbe kívánkoztak ki a zöldbe. És jöttek a Szent István parkba, amiről még azt szeretném elmondani, hogy nem egy sima park, és ezt is nagyon sokan nem tudják, hanem tulajdonképpen egy dendrárium, egy fagyűjtemény, aminek nagyon sok eredeti darabja most is él még, hál' Istennek, a Szent István parkban. Ez a kioszk, ami másodjára épült, rengeteg programot csinált. Meg kell említeni, hogy ugye itt volt a jegyzői internátus, tele fiatal emberekkel, akik nagyon szívesen jártak
szórakozni. Rengeteg városi rendezvény, bálok, katolikus legényegyletnek a rendezvényei is zajlottak, nagyon népszerű hely volt. A sajtó, a korabeli sajtó tanúsága szerint ennek ellenére érdekes, hogy mégsem volt soha jövedelmező és nem volt rentábilis. Nagyon sok tulajdonos váltotta egymást. Ennek mi lehetett az oka vajon? Valószínű, hogy szervezési gondok, de belejátszottak olyanok is, hogy ugye háborús években bevezették az első világháború alatt a vigalmi adót, ami azért külön pénzt jelentett, a zenészeknek is fizetni kellett, a műsorszolgáltatásért is fizetni kellett, tehát tulajdonképpen mindenért, ami vigalomnak számított. Például ilyen dolgok játszottak közre abba, hogy nem volt mindig nyereséges. Másik az, hogy ez egy nyári időszakra készült vendéglő volt, tehát szezonálisan volt nyitva szinte mindig. Nagyon-nagyon gyönyörűek az épületek építészeti szempontból is. Tehát abszolút megfelelnek annak a bizonyos perzsa kitételnek, igen, amely szellős, átriumos nagyszerű, feltételez. Igen. Nagyszerű tervező tervezte, Rauscher Miksának hívták, hogy egy olyan épületet mondjak, amit ő tervezett a városban, a Legát ház, ami a Király utca, igen, és a főtér sarkánál meg lehet csodálni. Balogh Péter jó voltából nagyon sokat tudhatunk már Rauscher Miksa munkásságáról. Igen, igen. Még annyit, hogy ez a rengeteg képes tapcsak, amit elhoztál, Tibor, ez őrzi ma már a kioszknak az emlékét, de úgy látom, hogy néhány tárgy is van, amely megmaradt még a szép időkből. Igen, az az igazság, hogy erről a kis leveses csészéről nem tudom, hogy melyik kioszkból származik. Gyanítom, hogy az utolsó harmadik kioszkból, ami most a domb tetején áll, itt tőlünk nem olyan messze a Szent István Parkban, egy herendi, de ez származhat más kioszkból is, ugyanis országszerte voltak kioszkok, szinte minden városban. Ahol egy kis tó volt, vagy liget, ott már építettek kioszkot. Nem tudom bizonyítani azt, hogy a szombathelyi kioszkból való, de nekem szimbolikus jelentősége van ennek, hogy van egy kioszkos leveses csészém. Itt van még egy szakdolgozat. Igen. Két mondatot váltsunk erről is. Én ezt az országos levéltárba írtam, ezt a szakdolgozatot a kioszk történetéről és annak iratanyagáról. Szerencsére a Vasmegyei Levéltárban nagyon bőséges anyaga van a kiosznak, a tervtárban megvannak a tervrajzok, a pályázati anyagok, amikor az építésére pályáztak, illetve a Bezsenyi Dániel könyvtár sajtógyűjteményében nagyon-nagyon bőséges sajtóanyaga van a szombathelyi kiosznak. És hát én ezzel a szerény munkával igyekeztem bővíteni ezt a kínálatot, ami egyébként megjelent a Vasi Honismeret és Helytörténeti Közlemények 2005 második, illetve a harmadik számába is. Egy rövidített változat, mert a szakdolgozat azért az nagyon bőséges. Mikor pontosan hallhatják az érdeklődők, és hol ezt az előadást? A Vasmegyei Levéltár előadótermében lesz 27-én, és 18 órától óránként folyamatosan egy-egy fél órába próbálom meg vetített képekkel, illetve egy kis korabeli muzsikával kiegészítve bemutatni ezt a történetet. Szívből gratulálok a kutató munkához, én azt gondolom, köszönöm, nagyon sokakban nosztalgikus hangulatot fog ébreszteni a kor iránt ez az előadás. Köszönöm, hogy eljöttél és ízelítőt adtál. Nagyon szívesen, én köszönöm. Kedves nézőink, mi most egy kiállításra invitáljuk Önöket, a Szombathelyi Múzeumnak, a Szamária Múzeumnak az előadás sorozata, vagy kiállítás sorozata a Sejem apropóján. Múmiákat láthatnak az érdeklődők. A Selyem út mellett már a Holtak Birodalmába is elkalauzolja a látogatókat a Szavária Múzeum. A hátborzongató tárlatvásznakra, textilekre koncentrálva mutatja be az egyiptomi kultúrát és mitológiát.
A konkrétabb célja a kiállításnak egyszerűen az, hogy itt Szombathelyen is azok az Egyiptomhoz szorosan kapcsolódó műtárgyak, és itt elsősorban mind az emberi, mind az állami múmiákra gondolok, meglátogat, vagy megláthassa a közönség, amelyet most Budapesten nem tud megnézni, ugyanis a Szépművészeti Múzeum, ugye, mint tudjuk, bezárt a kapuit, és az ottani egyiptomi kiállítást szét kellett szedni. A másik célja az, hogy egész egyszerűen itt Szaváriában tudják az emberek, hogy Szavária vagy középkorral kapcsolatban nagyon sok régészeti kutatás folyik itt konkrétan Szombathely földjében, de Magyarországról származó régészek, régésztechnikusok már hosszú évtizede ásnak Egyiptomban, mint a fáraók birodalmában, ha így mondhatnám, de mind a kop településeken, temetőkben, és ezeket is itt bemutatjuk, hogy egész egyszerűen tudatosodjon a szombathelyi közönségbe is az, hogy egy nemzetközi szakmáról van szó, és nagyon fontos helyeken kutatnak és ásnak a magyar régészek is. A kiállítás válogat a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum a Szegedi Móra Ferenc Múzeum kincstárából is. Ennyire sok különlegességet felvonultató bemutató csak nagyon ritkán látható. Már nagyon régóta jó kapcsolatban vagyunk a Szavária Múzeummal és az Ízeummal. A Szépművészeti Múzeum már az Ízeum nem régen nyílt, néhány éve nyílt állandó kiállításához is adott műtárgyakat, egyiptomi műtárgyakat, úgyhogy amikor Csapláros Andrea és Osztarics Otto megkeresett minket, hogy kölcsönözünk egyiptomi műtárgyakat ez a kiállításhoz, akkor természetes volt, hogy adunk. A kiállítás legfőbb attrakciója a szombathelyi múmia, mely egy nagyjából 40 éves férfi földi maradványa. A különleges technikával mumifikált holttestet Kunc Adolf prépost, a Premontrei Gimnázium tudós tanára 1896-ban vásárolta meg iskolai szemléltetés céljára. Egészen 1951-ig az iskola történelem szertárában őrizték, ekkor Budapestre a Szépművészeti Múzeumba szállították. Kedves nézőink, még mindig textilekkel folytatjuk, mert hogy három évente csodálatosabb alkotások lepik be a képtár szinte összes falát. A Textil Triennálé itt van a nyakunkon, pénteken nyílik. Tisztelettel köszöntöm a szombathelyi képtár vezetőjét, Cebula Annát. Jó estét kívánok, Anna! Hosszú szervező munka előzi meg három évente most már, ugye korábbi biennálék után triennálévá alakult a textileket bemutató tárlat. Mennyi textil érkezik most a képtár összes termébe? Röviden azt lehetne mondani, hogy 2000 négyzetméteren most 20 országból 168 alkotónak 202 munkája látható. 5 kategóriában. Van a fal és tér textil, van a textil design, van a nemzetközi miniatűr textil, van a nemzetközi zászló triennál, és van a nemzetközi szallag triennálé. Ez a csodálatos anyag mekkora értéket képvisel, és most nem a forintális értékére gondolok, hanem tulajdonképpen azt próbálom feszegetni, hogy a szombathelyi textil triennálénak ebben a művészeti ágban mekkora elismertséggel nívója van. Óriási a jelentősége, mert London, Kyoto mindezek voltak, és már csak egy múlt. Egyedül a textiles szakmában 1973 óta a Lodzi, lengyelországi textil triennáli tartja magát velünk együtt még életben. Tehát mi vagyunk. Ők a nagy formátumban a nemzetköziek, mi pedig a mini textilben, tehát nem vagyunk egymásnak konkurencia, sőt nem is vagyunk egy évbe, mert jövő évben lesz az ő triennáléjuk. Ez a textil triennálé egy ilyen csodálatosan szép, frissen elkészült katalógus mutatja majd azt, hogy mennyire gazdag ez az anyag. Mit tud megmutatni egyébként? Mi a szervezők szándéka, a válogatás szándéka? A válogatás szándéka az, hogy három évente, ugye először két évente voltak a biennálék, 1970-től 2000-ig biennálék voltak, utána 2003-tól pedig triennáléká alakult ez a rendezvénysorozat. A kiállítás és a katalógus is azt akarja bemutatni, hogy merre halad a textilművészet, és nem csak az, hogy merre halad, hanem hogy halad. Tehát nem öregszik meg, nem veszít az erejéből, hiszen amióta én is vagyok 22 éve a szombathelyi képtárban, azóta is újabb kategóriák jöttek létre, mert az első három kategória mellé, a fal és tér design és a mini textil mellé 90
1956-ban a zászló, és 1998-ban pedig a szallag hozzácsatlakozott. Tehát ez is mutatja a szakmának a frissességét. Meg hogy ez egy élő művészet, és ha úgy tekintünk rá, akkor tulajdonképpen egy leginkább alkalmazott művészet, ugye? Hát van, ugye a fal- és tértextil, hát az kimondottan díszítő művészet, de a többi az igen, az alkalmazott művészetnek. És mondhatjuk. A díszítő művészet is, hogy mondjam, mennyire lopható be ma az otthonokba? Tehát mekkora szerepük van a fali textileknek? Divat-e egyáltalán mondjuk ilyennel díszíteni ma lakásokat? Hát ugye a fali textileknek a királynője a Gobelin, a szövött fali kárpit, az nagyon drága, de szerintem az otthonok melegé és otthonossá tételéhez igenis szükség van ezekre a textilekre, ezekre a fali textilekre. Ezen kívül hát tudjuk, hogy a textil design az pedig ugye magabban a lakástextilbe, az ott van, ott az otthona. Aztán itt vannak a miniatűrök, amik mindig csodálatos, hát képzőművészeti alkotások, iparművészeti alkotások tulajdonképpen. Igen, és mondom most, hát valamennyire csökkenőben van a nemzetközi részvétel, most azt kell, hogy mondjam, hogy erősebb a magyar mezőny, de mindig ámulatba ejtenek a megoldások ebbe a 20x20x20 cm-be. Ugye illetve pénteken délután 3 órakor nyílik a kiállítás a Textil Triennálé, de ezt megelőzi egy órával előbb egy egészen extra technikájú munkákat felsorakoztató kiállítás is. Mi lesz ez? IKAD kiállítás, Szupán Irén munkásságát mutatja be. Az IKAD technikát úgy tudnám lefordítani a nézőknek, hogy pontosan fordítotja a szövött kárpitnak. Tehát ott is készül egy rajz, egy festmény, aminek alapján elkészül a munka, de míg a Gobelinnél a felvetőszálak nyers színűek, és a vetülék adja a színt és a mintát bele, úgy pontosan ellentétes az IKAD, a felvetőszálakat festi meg, mit tudom én, 50-80 cm-enként a művész, feltekeri, és utána szövi bele az egyszínű vetülékfonalat, és ez adja ki a finomabb, tehát légiesebb az egész. Hát ez rendkívül érdekes lesz meglátásom szerint. Én igyekszem majd, vagy mi igyekszünk majd ott lenni ezen a kiállításon, és a kedves nézőknek nem csak beszélni róla, hanem meg is mutatni. Van még, ami nagyon szeretnél, Anna, a közönség tudomására hozni a kiállítás. Csak apropóján. Azt szeretném elmondani, hogy ez a kiállítás is a Szavárja megyei Hatókörülvárosi Múzeum Selyem sorozatába tartozik, és pontosan ebből az apropóból ezt a témát is az imágót javasoltam, tehát hogy a Selyem legyen benne, a változás, a fejlődés. Tehát gyakorlatilag azok, akik elküldték a munkáikat, azok ennek a tematikának a szellemében küldték az alkotásokat elsősorban. Nagyon szépen köszönöm. Sok résztvevőt, érdeklődött kívánok erre a kiállításra, mi pedig, ahogy ígértem, a jövő héten igyekszünk is róla beszámolni. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, és ami még a mai műsorból hátra van, az egy szintén programnak a ismertetése. Múlt héten volt a Bloomsday, amely a városnak egy ikonikus rendezvénye. Június 16-a James Joyce Ulysses című regényének az a napja, amikor ez a regény játszódik. Erről is készítettünk egy rövid összefoglalót. Szombathelyen a 90-es évek közepén kezdődött az ír kultúrát ünneplő nap hagyománya, melynek alapját egy kortárs irodalmi utalás adta. James Joyce Ulysses című regényében szerepel Leopold Bloom, akinek valós személyét rejtélyövezi, és pont ez a homályba vesző alakad okot számtalan találgatásra, kutatásra, de ez az apropója az évről évre megrendezett Bloomsday-nek is, mely mostanra Szombathely kulturális életének szerves részévé vált. Az a törekvése a rendszerváltás utáni önkormányzatnak, hogy az identitást, a helyi hagyományokhoz való kötődést valamilyen módon kifejezésre juttassa, ilyen a város nyilvánossága számára is hát érzékelhető módon, az ebben az értelemben sikeresnek mondható. A 21. alkalommal megrendezett fesztivál, mint minden évben, idén is a főtéren, Virág Lipót szülőházánál kezdődött. Nem maradt el a hagyományos pecsételés, porcukorral és liszter szórták ki Leopold Bloom felirattal az utat a zsinagógáig. Szombathely pezsgő kulturális életét jól frissíti, üde színfolt ebben a Bloomsday, amikor bővebben megismerhetjük az írek kultúráját,
az ír zenét, és nem utolsó sorban az ír sört. Ez köszönhető James Joyce-nak, aki a könyvébe, regényébe beleírta Virág Lipotot, beleírta a Szombathelyt, ezáltal a szombathelyek számára is fontos lett ez a regény, és természetesen, mint ahogy a példa is mutatja, fontos lett Írország is, és az ír kultúra is. A Szombathelyi Bloomsday az apropójához szolgáló regénnyel összhangban a nyitottságot és a sokszínűséget képviseli a város kulturális fesztiváljainak sorában. Maga James Joyce műve az Ulysses egy rendkívül tágan értelmezhető történet, ugye egy napnak a történetét meséli el, és a kortárs irodalomnak talán a legfontosabb alkotása, így a századfordulóról. Ahogy annak idén elmondtam a Bloomsday megnyitón is, tehát a Bloomsday egy rendkívül tágan értelmezhető dolog. Sok minden belefér, ami kortárs, sok minden belefér, ami kultúra. Így egy új magyar film, ami különösen ilyen sikeres, az ugyanúgy belefér, mint egy ír névzenét játszó fiatal pályakezdő budapesti zenekar. Tehát mi azért mindig így próbáljuk összeállítani a koncepciót, hogy legyenek vonzó nevek is, és legyenek mindig olyan újdonságok is, amik érdekelhetik a szombathelyeket. Az ír kultúra 100 éves hagyománya, a Bloomsday, az ír nagykövetség is minden évben képviselteti magát a szombathelyi ünnepen. Yes, there are certain similarities. It's all about Leopold Bloom. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szombathelyi Bloomsday is sokban emlékeztet bennünket azokra a pillanatokra, azokra az eseményekre, ahogy mi Írországban, Dublinban ünnepeljük Bloomsday napját, mikor az emberek beöltöznek korhű ruhákba, és nem csak az irodalomnak, hanem egyéb művészeti ágaknak is teret adhatunk ezen a napon. A tavaly megkezdett hagyományt folytatva idén is a képzőművész egyetemisták mutatták be Leopold Bloom személyiségének egy meghatározó tulajdonságát. Idén az emberi viszonyokról, kapcsolatokról szólt a kiállítás. Ez az egész kiállítás a kezekről szól. Ez arról szól, hogy igazából hogyan viszonyulunk a másik felé, a embertársaink felé, hogy nyújtjuk el a kezünket vagy nem. És természetesen idén is fontos szerepet kapott az ír kultúra megismertetése, melynek keretein belül a Bloomsday zárásaként egy pohár tradicionális sör társaságában csendültek fel az ír kocsmák hangulatát idéző dallamok a zsinagóga udvarán. Kedves nézőink, egy könyvbemutatót tartogatunk még önöknek a műsor hátralévő részében. Molnár Rezső doktor úrnak a Hiének kora című munkája már a második, amely megjelenik a Magyar Nyugat könyvkiadó gondozásában. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban a kiadó vezetőjét, Gyurács Ferencet, és Molnár Rezső doktor urat, aki szerzőként van jelen. Azt már a utóbbi kötet bemutatónál elmondtuk, hogy állatorvosból avanzsált íróvá, és nem is elsősorban az állatokkal kapcsolatos történetek fogalmazódnak meg a könyvekben, bár most ennek a címe akár még asszociálható is. Igen. Nagyon erőltetett volt ez a gondolatfelvezetés. Miről is szól ez a kötet? Hát tulajdonképpen, mint az alcíme is mutatja, igaz történetek a kommunista diktatúra és a raboló privatizáció korából. Mert valóban két korszakról szól ez a hat írás, mert öt novella, hosszabb novellák azért tényleg terjedemes, és egy színdarab van ebben a kötetben. És 1990-ben lettem én az pályázattal az állomás igazgatója, ami a legizgalmasabb korszak, mert akkor volt a rendszerváltozás pályázattal, és 2007-ig, és ugye nagyon nagy rálátásom volt ezekre a dolgokra, mert állandóan a Földművelési Minisztériumban, akkor az lett a neve, mert mém volt előtte, jártam értekezletekre, államtitkárok voltak a főnökeim, tehát ezt megéltem, amit itt leírtam, és ez egy nagyon szomorú korszak a magyar, a legutóbbkori magyar történelemnek, én úgy gondolom, mert nem csak én mondom ezt, hanem azt hiszem most már egyre több ember látja, hogy ez egy óriási csalódás, hogy rendszerváltozás, változtatás, mert ez az SZDSZ-MDF paktum, meg egyáltalán a társadalom többsége vesztes lett, mert rázódult a magyar társadalomra a szabad rabló piac, ami azt hittük ugye, hogy nyugatról mindenki segíteni érkezik. Megcéloztuk, hogy EU-tagok akarunk lenni, és ennek érdekében ugye itt gyorsan akarták hajtani a gazdaság átalakítását, és beindult a privatizáció. A TSZ-ek és az állami gazdaság privatizáció, én erre láttam már legjobban, és
hát óriási vagyonok kerültek, hát épp a Rátkai Filipnek a műsorában volt két hete, hogy több ezer milliárdos vagyonok kerültek magánkézbe, szinte ingyen. És, de voltak becsületes emberek is, és az én történetem a Becsületbajnok, azért az a címe, amit novellaként írtam meg először, de a színdarab is erről szól, de nem egészen ugye az Egy igaz ember címmel, hogy aki ellenállt ennek, mert nem tudta elképzelni, hogy milliárdos vagyon néhány tízmillióval az ő kezébe, illetve a barátai kezébe kerülhet, de az a feltétele, hogy a fele dolgozóját, mert ezer emberből 500-at el kell bocsátani, mert nagyon kegyelmes, ez volt a legkegyelmebb része a privatizációnak, mert már 89-ben a német kormány idején beindult a spontán privatizáció, és tulajdonképpen ez az első történet erről szól. Aztán, hogy tovább is megyünk, miért fontos az, hogy ezek a történetek megjelenhessenek, napvilágot láthassanak? Többféle szempontból is fontos. Elsősorban talán azért is, amit Rezső az imént már elmondott, hogy ezek a történetek meghatározzák az utóbbi 20-25 évnek a történetét. És hát sajnos ténykérdés ma már, hogy nagyrészt csalódás övezi az úgynevezett rendszerváltoztatásnak a korszakát, és a meghatározó történetei mai napig elbeszéletlenek. A mai magyar irodalom nem ezzel foglalkozik, és egyáltalán a magyar irodalmi hagyománynak a valósághoz kötődő vonulata, amely a nagy értéke volt mondjuk egy Móricz korában, Mikszáth korában, az ma tulajdonképpen nem igazán van előtérben, és ezek a történetek feldolgozatlanok. És Molnár Rezsőnek az írásai azért különösen értékesek vagy érdekesek az én szememben, mert ugyan nem nagyon foglalkozik a ma divatos irodalmi technikákkal és az irodalmi kánonnak a jellegzetességeivel. Egész egyszerűen egy belső morális igényből elkívánja mondani azt, amit tapasztalt. És mivel ő neki közvetlen első kézből való érdekes tapasztalatai vannak erről a 90 utáni, 90 körüli nyugodtan rabló privatizációnak nevezhető folyamatról, ezért amit leír, az őszinte és hiteles és érdekes, és hozzájárul ennek a korszaknak az ismeretéhez. Mennyire konkrét? Teljesen konkrét. Tulajdonképpen minden történet megtörtént. Úgy, ahogy leírtam, én csak megpróbáltam egy irodalmi köntösbe öltöztetni, de a halálos szerelem csapda az egyik barátom életének a története, hogy mikor én 20 éves voltam, milyen volt a világ itt a határövezetben. Mert óriási a különbség, hogy hol élt valaki. Én Csörötnegyen születtem, Szentgotthártól 5 kilométerre van, és ez a barátom, aki 66. október 4-én megölték tulajdonképpen. Most, ahogy megírtam a történetét, akkor jöttem rá, hogy miért kell a bűnügyeknél lépésre helyszín, tanúk, tárgyi bizonyíték, mert magam is rájöttem, számomra is nagyon érdekes volt, hogy a legjobb barátomat, aki 3 héttel volt idősebb nálam, 44. szeptember 11-én, október 4-én születtem a faluban, és orvostanhallgató volt Pécsen, és Budapesten a forradalom 10 éves évfordulója előtt ölték meg. Hát akkor azt nagyon adakta tették, nem akarom lelőni a sztorit, de az is egy igaz történet. Van a kitelepítettekről egy történet még, a diszidensekről egy történet, és a élet a szögezőt mögött, az pedig a vidám barakról, mert egy állami gazdaságban kezdtem, és ott tényleg együtt volt a Ludovikás katonatiszt, meg az új parasz gyerekből lett igazgató, meg főállattenyésztő, és kénytelen voltak nem csak, hogy együtt dolgozni, hanem együtt mulatni is. És voltak ott olyan emberek, rendkívül markáns profilok voltak. Volt olyan, akinek annyira gyűlölte a kommunizmust a Ludovikás tiszt, aki könyvelőként dolgozott ott, hogy az arca gyomorba is lesz szinte tőle, az arcán lehetett látni, mert a markáns mély gyűlölet az szinte át. Ugyanakkor egy másik kollégája, aki idősebb volt, csokornyakkendős, szintén egykori Ludovikás tiszt, az pedig minden hölgynek kezet csókolt, bokácsattintatás, és derűsen érte meg azt, hogy kénytelen így együtt élni ezekkel az új sütetű emberekkel, akik között őket is reálisítottam meg, nem voltak teljesen negatív figurák. Tehát mindig igyekeztem teljesen a valóságnak megfelelően. Azért remélem, senkit nem sértek meg, mert nagyon sok ember él még azok közül, akik ebben a könyvben szerepelnek. Mert név szerint szerepelnek benne? Név szerint elváltoztattam nyilván, de mindenkiről igazat írtam. Hát ha nem úgy érzi magát, hogy akkor nem fogok megsérni, remélem nem sértődik meg rám, de nem fog senki magára ismerni, úgy gondolom, legalábbis remélem. De ezek a 90-es évek elején játszottak, és azért a szereplők többsége az
sajnos már meghalt, de a pozitív hősöket emeltem ki, meg úgy gondolom, hogy végül is az is a feladata az irodalomnak, hogy egy kicsit, én úgy érzem magam, egy kicsit úgy bölcsebbé váltam az írásokat, remélem az olvasó is majd azt fogja érezni, viszont meg kell írni ezeket, mert nagyon fontos dolgok, és én a profi írókkal szemben, hogy nem szerkesztőségben ülök, nem irodalmat tanítok gimnáziumban vagy egyetemen, hanem én valóban, és azért én úgy gondolom, hogy ezt nem is igen tudja más megírni, akinek esetleg sokkal jobbak az irodalmi kvalitása is. De mivel én ugye kételem voltam, úgy reggel 8 órától fél 5-ig ugye bent a hivatalban ülni egy hatóság vezetőjeként, körülöttem is Szombathelyen, és a baráti köröm az ugye agrárium vezérigazgatói, és ezek között játszott ez a történet. Az irodalmi értékéről azért még néhány szót váltsunk, mert nagyon fontos, hogy mennyire olvasmányos hiába vannak jó történetek, hogyha azok mondjuk egy átlag olvasó számára kicsit döcögősen mennek. Hát az olvasmányosság az az elismert irodalomnak nem annyira jellegzetessége. Tehát az úgynevezett irodalmi kánon, amely írók a díjakat kapják, vagy a magyar irodalmat reprezentálják, akár külföldön is, nem kimondottan olvasmányos könyvek. Tehát azokhoz képest az irodalomnak akár a másod-harmad vonala is olvasmányosabb, de én nem akarom ezt a könyvet besorolni semmifajta se ányad vonalba. Elsősorban az értékét a közvetített életanyagban és tényanyagban, dokumentarista hűségben, és abban a morális hevületben látom, ami akár még talán az élőszóbeli nyilatkozataiból is érezhető az írónak. És én ezt mindenképpen értéknek gondolom. Ez szerintem megragadja az olvasót is, annál is inkább, mert amiről pedig ír, tárgyszerűen amiről ír, az nagyon sokunknak még a személyes emléke, élménye. Ugye egyrészt van az egyik fő vonulat ez a bizonyos privatizációs történeteknek a csokra, ezt teszi ki a könyvnek több mint felét, mert a dráma is erről szól, és ugyanakkor pedig a kommunista diktatúrának az emlékvilága és egyes tragikus, sokszor tragikomikus történetei. Tehát a tragikus történetek közül az egyik legemblematikusabb valóban az szerző barátjának a története, ez a bizonyos Halálos szerelem csapda című történet, amitől talán elárulhatunk annyit, hogy egy olyan fiatalemberről szól, aki egy olyan asszonyba lett szerelmes, akinek az elvált férje a kádárista titkosszolgálat egyik vezetője volt. És ez pecsételte meg a szegény fiatalembernek a sorsát. Ennek egy nagyon érdekes és nagyon is olvasmányos az egész könyv. Jó, egyrészt köszönöm, hogy szántak arra időt, hogy a könyv bemutató, hivatalos bemutatója előtt megosszák velünk a gondolataikat, illetve a kedves nézőkkel, mert hogy holnap délután a Berzsenyi Dániel könyvtárban 5 órakor bővebben is hallhatnak a kötetről, és hát ezt a hevületet, amit mi is megéreztünk, azt úgy gondolom holnap még intenzívebben fogják érezni azok, akik ott lesznek a könyv bemutatón. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, gyorsan sorsolunk. Önök közül egy valaki hazaviheti ezt a kötetet, 0630 652 47 37-es számról üzenetet küldő kedves nézőnk a szerencsés nyertes, akinek gratulálok, és van 2 darab karszalagunk a múzeumok éjszakájának látogatására. Szól az egyiket a 0630 216 79 79 79 49-es szám tulajdonosa viheti haza, a másikat pedig a 0630 512 68 50-es szám birtokosa. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!